Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, Dunaharasztin és környékén élő településen élő embereket. Szeretnék, én Római Katolikus Egyház plébánosa, helybeli vezetője, gondolatokat adni most az új év kezdetén kedves minnyájuknak. Először is egy evangéliumi részt olvasok föl, Szent Lukács evangéliumából, amelyet új év napján olvastunk föl minden katolikus templomban. A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén, Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. A karácsonyi örömhírről szól ez az evangélium, ahogyan a pásztorok elindultak az angyal szavára, és megtalálták a családot, Máriát, Józsefet és a betlehemi kisgyermeket, és amikor ez az élmény hatott rájuk, elindultak, és továbbadták másoknak is mindazt, amit láttak és hallottak, pontosan azért, hogy minél több ember megtudja, hogy megszületett a világ megváltója. És így írja Lukács, az evangélista, dicsérték az Istent és magasztalták, azért, mert meglátogatta Isten az ő népét. A nevet adták neki, ugye ez új évkor ünnepeljük, 8. napon karácsony után, a Jézus nevet kapta, ami annyit jelent, hogy Isten a szabadító. Őt hirdetjük mi is, őróla beszélünk, és éppen ezért az új évben is ő az, akinek a nevét segítségül hívjuk. Miről is szól tulajdonképpen az új év? Hát először is ilyenkor a legtöbb ember, legalábbis úgy gondolom, hogy fogadkozásokat tesz, hogy mit is fogok tenni jobban, tökéletesebben, mire fogok jobban odafigyelni ebben az évben, miben szeretnék megjavulni, miben szeretnék többet tenni embertársaimért, családomért, vagy közösségemért. Lényegében az új esztendőben nagyon fontos, hogy nem csak fogadkozzunk, hanem odafigyeljünk a családokra. Hiszen a társadalmi élet alapja a család, és hogy a családoknak az egysége megmaradjon. Olyan sok családban van gond, széthullás, és éppen ezért szükséges, hogy támogassuk. A gyermekeknek a nevelése, amely elsősorban a szülők feladata először az első években különösképpen, hogy ebben segíteni, és hogy a testi és a lelki területen is, testi vonatkozásban, hogy egészséges felnőtt fiatalság nőjön fel, lelkiekben pedig, hogy kiegyensúlyozott, egészséges legyen a lelkük, a gondolkodásuk, a beszédmódjuk, és mindaz, ami a felnőtt élet előkészítéséhez szükséges. Azután ilyenkor szükséges, hogy törődjünk a rászorulókkal. Itt a rászoruló családokra, azután azok, akik egyedülállóak, vagy valamiképpen a társadalom perifériáján vannak, és hogy oda tudjunk figyelni rájuk. Ebben a nagyon nagy szerepe van az új esztendőben, úgy gondolom, hogy teljesítse minden közösség, vezetők, teljesítsék küldetésüket. Gondolok itt az ország vezetőire, a város vezetőire, a különböző közösségeknek a vezetőire, akire rá van bízva a többi ember élete. Hogy a nevelési intézmények, ahol nevelődik az ifjúság, hogy azok is megtegyenek mindent, a gazdasági életnek a vezetői, hogy az embereknek meglegyen a mindennapi kenyerük, megélhetésük, lelki és testi biztonságuk, mindenben bizony fontos szerepe van a felelős vezetőknek. Ezek közé tartoznunk mi is, az Anyaszentegyház, akinek a küldetése az,
hogy az emberekkel foglalkozunk, emberekkel törődjünk, és ez tulajdonképpen két területre vonatkozik, elsősorban a hitre és az erkölcsre. Bár elég sok olyan adást látunk, hallunk, ahol próbálják a hitet kiüresíteni, amit mi kaptunk Istentől, a Biblián keresztül, kaptunk Anyaszent Egyházunk tanításában, hogy ezeket az örök értékeket minden körülmények között hirdessük és továbbadjuk, azután az erkölcsi törvényeket hirdetni, amelyet szintén próbálnak kiüresíteni, próbálják megváltoztatni, és kétségbe vonni ezeknek a jelentőségét, fontosságát, pedig ez biztosítja az emberiségnek és az egyes embereknek a jólétét és a jövőjét. És mi tehát hirdetjük az örök igazságokat és az erkölcsrendnek a fontosságát, annak a szilárdságát, biztonságát. Egy verssel szeretnék most még néhány gondolatot adni. Bódás Jánosnak van egy nagyon aktuális karácsonyi verse, amelyet felolvasok, és majd gondolatokat fűzök hozzá. Így szól a vers. Bennünk szüles meg Jézus. Úr Jézus, sok vak szemnek, most is gyermeknek látszol, mint akit foglyul ejtett a betlehemi jászol. Éltető erőd még a világot át nem járja, mert magadra hagy néped, hűs templomokba zárva. S mint magot, mely alszik a hombárban, csírátlan, elraktározunk balgán sok vastag Bibliában. Jászolból, kőből, könyvből lép ki, szüles meg bennünk, hadd éljük a karácsonyt, ne csupán ünnepeljük. Ha elgondolkozunk ennek a versnek a mondani valóján, az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok családban megünnepelik a karácsonyt, megünnepelik a szeretet ünnepét, megünnepelik az ajándékozásnak az ünnepét, és sok kisgyermek várja az angyaltól, várják a kis Jézustól, hogy ajándékot hozzon nekik. Azonban szomorú lenne és kevés lenne, ha Jézus csupán ennyit jelentene számunkra, mint egy kisgyermeket, kis Jézust, akinek örülünk, aki kedves, aki fontos számunkra, hogy az angyalok, akik ilyenkor karácsony meglátokor meglátogatnak bennünket, egész életünkben kell odafigyelni Jézusra, a felnőtt Jézusra, aki tanító Jézus, aki csodatevő Jézus, aki az üdvösséget, az örök életet hirdeti nekünk. Ő, aki tanít minket, az élet minden területén eligazít minket, hogy hogyan éljünk, hogyan éljük meg a szeretetet, és mint erőforrás hozzá tudunk fordulni egész esztendőben segítségért, kegyelemért. A második gondolat, második verszakban, hogy úgy gondolják egyesek, hogy a vallás az csak a templomra tartozik. Jézus be van zárva a templomba, ott meglátogatjuk, és ott elimádkozgatunk, ott erőt merítünk a jelenlétéből, szeretetéből, és amikor kilépünk a templomból, akkor már mi is így szokták mondani, ugyanolyan emberük vagyunk, mint a többiek. Hát ez nem így van, mert a keresztény ember, a Krisztus követője, aki Krisztus nyomdokain jár, Krisztus tanítása szerint él, az bárhol van, a munkahelyen, az utcán, az iskolában, bárhol van, mindenütt keresztényként kell élnie. A szavaiban, viselkedésében, erkölcseiben, mindenben, ami hozzátartozik a keresztény hitnek a lényegéhez, e szerint kell, hogy éljen, bárhol van a világon. A harmadik gondolat pedig a Bibliáról szól, hogy a Bibliát nagyon sokan most már megvehetik. A különböző áruházakban, különböző boltokban, egyházi és világi boltokban könnyen hozzá tudunk jutni a Bibliához. Azonban nem lenne szerencsés, mondja a vers, hogyha ezeket a Bibliákat csak a polcra elhelyeznénk, időnként leborolnánk, hogy ugye legyen tiszta, szép, mint a többi a lakásunkban, de ugyanakkor nem olvasnánk, nem forgatnánk, nem használnánk ennek a Bibliának a kincseit, amelyek olyan sokrétűek, és az élet minden területén eligazítanak bennünket. Nagyon fontos, hogy Isten üzenete az ne csupán egy könyv legyen, amely be van zárva,
hanem az életet adjon nekünk. Ezért forgatni kell és használni, ahogy a Gárdonyi Géza mondja a versében, hogy amikor a Bibliát kinyitjuk, akkor maga az Isten szól hozzánk, vele találkozunk. Tehát nagyon fontosak ezek a gondolatok, amelyeket ez a vers tehát elmond. Egyrészt, hogy Jézus ne csupán kisgyermek legyen számunkra az életünkben, egy nagyon kedves kisbaba. Azután, hogy a templom, az templomban járó emberek, és a templomban Istennel találkozó emberek egész életét járja át az evangélium, az örömhír, amelyet Istentől kaptunk. A gyakorlati, mindennapi életben éljünk úgy, ahogyan tanultuk a hitben, tanultuk Istentől. És a harmadik gondolat pedig, hogy Isten üzenetét azt ne csak őrizgessük a polcunkon, hanem azt forgassuk és használjuk, mert az igazít el bennünket az élet minden területén. Mi is az egyház küldetése az új esztendőben? Mi az, amit mi itt a Dunaharaszti, Taksonyi egyházközségekben szeretnénk megvalósítani? Elsősorban is a hit az, amit erősítenünk kell az emberekben. Ez az, ami bizonyos alapokat ad, hogy a mindennapi életet meg tudjuk élni. Minden nap megpróbáltatásokat el tudjuk viselni. Nagyon-nagyon szükséges a hit, amelyet a Szent Atya 16. Benedek pápa meghirdetett a múlt év október 11-én a hitévét, hogy ebben az évben különösen figyeljünk oda hitünk elmélyítésére. Ugyanakkor nagyon szükséges a szociális gondoskodás is, amit az egyház az első századtól kezdve gyakorolt. Mindig is odafigyelt azokra, akiken segíteni kellett. Gondoljuk az ősegyházra, gondoljuk az egyház 2000 éves történelmének különböző korszakaira, amikor is odafigyelt és törődött az emberekkel, rászorulókkal, nem beszélve a szerzetes rendeket, amelyek sokszor ezért alakultak, hogy az emberekkel törődjenek, a rászorulókkal gondoskodjanak. A mai világunkban is van bőségesen lehetőség a országos karitász, a helyi karitász csoport, amely erre vállalkozik munkája és az otthoni családi dolgai, gondjai mellett, hogy odafigyeljen azokra, akikre segíteni kell. Országosan a Máltai Szeretetszolgálat, amely szintén ezt megteszi karácsonykor különösképpen is, de egész esztendőben látogatják a betegeket, a rászorulókról gondoskodnak anyagiakban, azután elmennek az idősekhez, elbeszélgetnek velük. Tehát mindazt, ami szükséges az embereknek, hogy el ne keseredjenek, el ne veszítsék az életkedvüket, és érezzék azt, hogy a többi emberek törődnek velük, gondoskodnak rólunk. Sokszor rádióban, televízión, hirdetésekben örülünk, hogy halljuk, hogy a különböző szeretet és különböző karitász csoportok, a baptista szeretett szolgálattól kezdve a többiek, hogy ilyenkor ételt osztanak karácsonykor. Talán nagyon keveset hallunk a katolikus egyháznak erről a szeretett szolgálatáról, pedig elég sokszor előfordul. Most karácsonykor is Taksonyban, karácsony előtti napokban ételt osztott a karitász azoknak, akiknek egy meleg étel, egy tál étel is nagyon fontos és sokat jelentett. Ez csak néhány gondolat, néhány dolog abból, amit az egyház megtesz a rászorulókért. Azután nagyon fontos ebben az évben, amit meg is teszünk eddig is, és ezután talán még jobban, hogy törődjünk a családokkal, a férj és a feleség kapcsolatával. Ezért már a megalapozást megtesszük, amikor meghívjuk a házasságra készülőket a jegyes tanfolyamra. Most ez január 17-én kezdődik. Azok számára, akik ebben az évben szeretnének majd házasságot kötni templomunkban. Alaposan, komolyan fölkészítjük őket házaspárok közreműködésével, orvosi előadással, és én magam is a hit kérdéseiben próbálom nagyon jól tájékoztatni a házasságra készülőket, hogy minél jobban fölkészüljenek arra az életre, amely a jövő életet jelenti számukra is, és a társadalom, közösség számára is. Azután tartunk az év folyamán családi napot, amikor meghívjuk a családokat minden esztendőben, pünköst hétfőjén. Azután létrehoztunk családi közösségeket.
Tehát 4-5-6 házas pár rendszeresen találkozik, és azután elmélyítik a hitet, és próbálják a gyermeknevelésről kezdve az egymáshoz való kapcsolatot, hogy lehet erősíteni, megőrizni a hűséget, megőrizni az egységet. Foglalkozunk az egyedülállókkal is, nekik is van lehetőség közösségbe tartozni a Római Katolikus Egyház keretén belül. Azután nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a hitoktatásra. Óvodában már minden óvodában van hittan. Lehetőség van a szülők beírassák a hittanra a gyerekeket. Lehetőség van az általános iskolákban, minden iskolában. Azután középiskolásoknak külön is szervezünk középiskolás hittant, ahogyha jönnek és igénylik a fiataljaink. Azután van egy közösségünk, a Szent János Bogár Klub. Most már 3 csoportja van. Van egészen kicsik általános iskolások, van külön középiskolásoknak, és külön van az egyetemistáknak csoportja. Ezek is hetente összejönnek, és az összetartozást, a egymásra való figyelést, és a közösségi életnek a megfelelő megélését, kialakítását próbálják ezeken játék keretében megvalósítani, és a fiatalokban ezt kialakítani. Azután van felnőtt képzés is rendszeresen. Hetenként, szerdánként tartunk 6 órától, egyik héten bibliaórát, azoknak, akik a bibliát szeretnék elmélyíteni, megismerni. Másik héten pedig olyan felnőtteket várunk, akik nincsenek megkeresztelve, vagy nem szentségekben nem részesültek, meg vannak keresztelve, de nem tanultak még hittant, várjuk őket szeretettel, és foglalkozunk velük, és fölkészítjük őket a keresztény életre, a szentségek vételére. Azután törődünk az idősekkel is, tartunk idősek napját az év folyamán. Külön a lelkükkel foglalkozva egy napot szentelünk az évben a betegek szentségének kiosztásával, azért, hogy Jézus vigasztalását, erejét közvetítsük számukra. És még a visszatérve a karitás csoportunkra, az is különösen odafigyel még az idősekre, betegekre. Nagyon sok rétű a tevékenységünk az egyházközségben. Szeretnénk a csecsemőktől, a keresztelésen keresztül, egészen az idősekig mindenkivel törődni, mindenkire odafigyelni, mindenkivel foglalkozni. Most ebben az esztendőben talán ez nem volt a teljesség, amit most elmondtam, hiszen nagyon sok minden foglalkozásunk még van az esztendő folyamán, hanem amire különösen szeretnék odafigyelni most az új esztendőben, én, mint lelkipásztor, és a munkatársaimat is ebben segíteni, hogy még több olyan időshez, még olyan rászorulóhoz tudjunk eljutni, elvinni Jézust, aki magányos, egyedülálló, lelki vigasztalásra szorul, egy-egy látogatásra, lelkipásztori látogatásra, és ez vagy betegek szentségét is jelenti, annak a fölvételét, de egyszerűen csak egy beszélgetés, vagy valami kérdésnek, valami gondnak a megbeszélése. Tehát szeretnénk ezen a területen még jobban odafigyelni egyházközségeinknek az időseire. És a másik pedig, hogy aki csak jelentkezik nálunk, mindenkivel törődni, mindenki szeretettel fogadni, és mindenkinek nyújtani azt, amit Anya Szent Egyházunk nevében, lelkiekben vagy bármiben tudunk nyújtani. Befejezésül eszembe jut az apostolnak, Szent Pálnak a szava, aki egyik levelében írja, hogy mindenkinek mindenre lettem, hogy mindenkit üdvözítsek, mindenkit megmentsek. Én, mint az itteni 3 egyházközségnek a vezetője, a lelkipásztora, a plébánosa, én is ezt a célt tűztem ki annak idején, mikor pappá lettem, hogy mindenkire odafigyeljek, és hát ehhez kérem én is a Jóisten áldását, kegyelmét, segítségét, a Szentlélek működését, hogy ezt a hivatásomat tudjam teljesíteni a 2013-as esztendőben is. Ehhez kérem majd a kedves testvéreknek is, akik hívők, keresztények az imádságát, hogy teljesíteni tudjam én is, és egyházközségünknek minden tagja, akik vállalnak ebben a nehéz és fontos feladatban szerepet. Kívánok mindenkinek, itt a környékbelieknek, mindenkinek boldog és Istentől megáldott új esztendőt, hogy kevés legyen a gondunk, és sok legyen az örömünk.
Amikor most új évkor meghívtam az egyházközségem híveit a szentmisék után egy újévi kocintásra, egy kis pezsgőre, akkor elmondtam minden közösségben ezt a kis történetet, hogy a szomszéd plébános annak idején, amikor megkérdezték tőle dr. Filolyos atyától, hogy plébános úr, hogy tetszik lenni? És azt mondta erre, hogy hát, kedvesem, voltam már jobban, de ezután ne legyen rosszabb. Hát én is ezt mondom az új esztendőben, hogy voltak gondok a 2012-es esztendőben, de azért az lenne jó, ha nem lenne rosszabb legalább a 2013-as esztendő, és hogy mindaz, amit szeretnénk elérni, amire álmodozunk, ami fogadkozunk, próbáljuk meg is valósítani. Ehhez kérem Isten áldását minden kedves hallgatóra, minden kedves nézőre, mindazokra, akikhez eljutnak ezek a gondolatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm a Kisduna TV nézőit. Az evangélikus templomból szeretnék elmondani egy pár jó kívánságot, de rögtön zavarba is vagyok. Tudnélik, ilyenkor annyi minden jó kívánság elhangzik. Elmondják a politikusok, közéleti emberek, persze mi lelkészek is, és a kérdésem igazából az, hogy aztán mi az értelme ennek a sok-sok jó kívánságnak. Mert oly sok közhely elhangzik, persze a közhelyeknek is megvan a maguk igazsága. Ezért aztán most én nem békés, meg boldog, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan új esztendőt kívánok, hanem szeretném egy kicsit érzékeltetni azt, hogy akkor, amikor az ember teológus módjára gondolkodik, akkor hogyan is van ezekkel az ünnepekkel. Hát nekünk nem csak a szilveszter a forduló nap, hanem egészen sajátságos mód az egyház három módon számolja az időt. Az egyik természetesen ez a naptári idő, januártól decemberig, de aztán számoljuk az időt úgy is, hogy adventtől adventig, mint a liturgikus esztendőt, aztán praktikusan számoljuk úgy is, hogy szeptembertől koranyárig, mint munkaévet. És rögtön kiderül, hogy ezek az önkényesen választott időszakok különböző tartalmakat hordoznak, de egy biztos, hogy az időfolyamot korlátozzák be, és amikor az időfolyam korlátozásáról van szó, akkor döbbenünk rá talán arra, hogy ez nem egy végtelen idő. Az evangélikus egyházban van egy úgynevezett bibliaolvasó útmutató. Az esztendő minden napjára, hetére, hónapjára van egy-két bibliai mondat. Ez mint egy vezérfonal, vezérgondolat, és a 2013-as esztendőre a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 14. versét választották, és ez így hangzik, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Az első, hogy nincs maradandó városunk. Ma úgy mondják a szociológusok, hogy nagy a társadalmi mobilitás. Jövünk, megyünk, utazunk, munkahelyet váltunk, és átéljük és megéljük azt, hogy igazából egy állandó van, az a sokféle változás. És hogyha arra gondolok, hogy ez a mulandó, aminek részesei vagyunk, az azt is jelenti, hogy akárhogy is van, az ez egy kegyelmi idő. Ezt egy picit próbálom kifejteni. A kegyelmi idő az azt jelenti, hogy van benn alkalom, van benn lehetőség. Nem véletlen például, hogy az újszövetségi görög nyelvben két szó is van az időre. Az egyik a kronosz, kronométer, óra, ahogy mérjük. Aztán a másik összetéveszthetetlen kairosz. A kairosz azt jelenti, hogy alkalom. Az a pillanat, amit az ember vagy megragad, vagy egyszer s mindenkorra elveszít. És ebben a kronosz-kairosz időben nekünk meg kell tanulni nagyon jól
gazdálkodni azzal, hogy az időfolyam sok-sok jó alkalmat tartogat nekünk. És amikor keresem az alkalmakat, akkor rögtön a gyereknevelésre gondolok, gondolhatok a barátságokra, családi kapcsolatokra, munkai kapcsolatokra. Gondolhatok arra, hogy milyen jó, hogy a Teremtő elrendezte azt, hogy nem egy szál magamban lóg a világban, hanem vannak, akik körülvesznek, vannak, akik támogatnak. Olyan jó, amikor számon tartatok valakit, olyan jó, hogyha az a mulandó idő, az mégiscsak alkalmakat hoz. És így van az, hogy például nekem egy olyan édes, kedves élményem az, hogy hetente, szerdánként megyek a mesóvodába. És ezek az apróvodás gyerekek számon tartják, és akkor búcsúzásnál kérdezik, hogy Feri bácsi, jövő héten is jössz? És persze, hogy vannak találkozásaink, és ezek mind-mind tel is tele lehetnek tartalommal. És ennek a nagyon furcsa idő sűrítménynek az élménye egyszer akkor ért el engem, amikor hát nagyon nehéz fiúkkal foglalkoztam a pécsi börtönben, és az egyik bevallotta, egyébként egy hitetlen, saját bevallása szerint hitetlen ember volt, azt mondja, tudja, mióta ide jár, azóta úgy számolom az időt, hogy péntektől péntekig, mert péntek volt a fogadónap. Szóval, ahogy megtaláljuk azt, hogy nincs itt maradandó városunk, de ebben a mulandóban ott vannak a lecövekelt lehetőségek. Ott lehet egy randevú, egy találkozás, ott lehet egy ölelés, ott lehet egy nagy döntés, de, és itt a keresztény ember, hadd szólaljon meg belőlem, és ott van bent az örökké valóságra való nyitottság. Amikor nem egyszerűen csak szabadságnak, vagy korlátnak élem meg az időt, hanem úgy is, mint ami egyszer majd beteljesedik. Mert minden szívdobanással közelebb kerülünk az elmúláshoz, és hát ez így van rendjén. De a keresztény embernek reménye lehet, hogy nem utánunk a vízözön, hanem hogy megérkezünk valóvá. Hogy a töredékest fölváltja a teljes. Hogy egyszer minden révbe érhet. És olyan szépen beszél erről a Szentírás, azt mondja, hogy ott már az időn túl nem lesz könny, nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, nem lesz jajkiáltás, mert ott az Isten a minden mindenekben. És én ebben az esztendő fordulóban is kívánok mindenkinek olyan időket, olyan alkalmakat, ami nyilván széppé teszi a hétköznapot, és ami nemesíti a szívet és a lelket, és ad bizalmas, jó lelket az időre, az idő végére, a teljességre is. És ott, ahol a teljesség mutatkozik meg, ott az Isten örökké való szeretete van jelen. És így van az, hogy ettől, és ezt is a Szentírásból idézem, ettől az Isten szeretettől semmi, még a halál sem szakíthat el. Előttünk ki tudja, kinek mennyi idő adatik. Egy biztos, hogy ez az idő is az Isten szeretetének az ideje. Éljünk vele jól, és így talán áldott lesz az előttünk lévő év is.